Megnyílt a Fehérvár szalon, és ahogy az lenni szokott, most is nagy érdeklődés kísérte a tárlatot, amelyen immár 12. alkalommal mutatják be a Székesfehérvárhoz kötődő amatőr és hivatásos művészek alkotásaikat. A Fehérvár szalon Székesfehérvár, valamint Fehér megye önkormányzata, a Városi Képtár Deák-gyűjtemény és a Volksbank Galéria együttműködésében jött létre. A kiállítás seregszemle, mely ízelítőt ad a térség kulturális életéből és értékeiből. A seregszemle valóban egy helyen egyszerre bemutatni a városban működő alkotó művészeket. Nem biztos, hogy mindenkinek van hetente, hál' Istennek, kiállítás megnyitóra menni ideje, és itt egy átfogó képet kap. Nekünk még azért fontos, és azért örülünk mindig, mikor megszervezhetjük, mert itt új emberek lépnek be a képbe. Olyanok, akiket korábban nem ismertünk, vagy meg most kerültek a városba, vagy visszajöttek már az egyetemi tanulmányok alatt. Tehát mindenképpen a fiatalokat nagyon fontos, hogy itt megismerhetjük, és az autodidaktákat. Azért is, hogy ők megmérethetik magukat a professzionális művészekkel szemben. Ha egy szigorú zsűri van, akkor a válogatásban esetleg tanácsokat is adnak, meg tudják, hogy melyik az az irány, amit támogatnak, hiszen egy külső szakértőt nem hívhatnak minden esetben a munkáikhoz. Már hosszú-hosszú évekre tekint vissza a Fehérvár szalon. Nekem nagyon tetszik az elnevezés is. Egy zsűri, aki a beválogatást is elbírálja, és aztán további javaslatokat is tesz. Főként fiatalok, amatőrök és professzionális művészek, alkotók vegyesen. Úgyhogy nagyon érdekes a kép. Elképesztő, hogy milyen számos, nagyon sok alkotó, nagyon-nagyon sok munkát küldött be. Úgyhogy ilyenkor az ember, mikor végigolvassa a neveket, akkor is rádöbben, hogy milyen gazdagok vagyunk, milyen gazdag képzőművészetben, iparművészetben is a város. Hát nagyon nagy átalakulásokat élünk meg, ugye az intézményi rendszerben, oktatás, kultúra, könyvtár, levéltár, múzeumok, de én azt gondolom, hogy, és azt remélem, hogy ezek a hatalmas nagy intézményi rendszerváltozások azért nem söprik majd el ezt az én szívemnek nagyon kedves, kicsi, helyi, ám de szerintem nagyon fontos programokat, ilyen a Fehérvár szalon, úgyhogy nagyon remélem, hogy mint ahogy az elmúlt 12 évben a kultúra területén dolgozók, legyenek azok szakemberek, politikusok, hivatalnokok, szívvel, lélekkel dolgoztak azon, hogy ezt megőrizzék. Nagyon remélem, hogy ez az elkövetkezendő években is az utódaink is ugyanezt teszik majd, és ez így marad. Az idei esztendőben is megnyílt a Fehérvár szalon, itt a Volksbank galériában. A zsűri döntése értelmében 60 alkotó, 102 művét választották be. 64 alkotó, 151 művét bírálta el a képző és iparművészeti lektorátus által felkért szakmai zsűri. Nem volt nehéz helyzetben a zsűri, hiszen azért a résztvevőknek egy jelentős részét, főleg azokat, akik professzionális alkotók, azokat ismerjük korábbi kiállításokról. Abból a szempontból sem volt igazán nehéz helyzetünk, hogy elég jó volt az anyag, amit beadtak. Tehát az amatőrök, a pályakezdők anyaga is értékelhető volt, úgyhogy a jelentkező 64 művészből talán 4-5-öt voltunk kénytelenek elutasítani. Ott sem azért, mert olyan kimondottan rossz volt, hanem mert tévedéseken alapult az ő jelentkezésük. Tehát igazából nem tudták, hogy hova, miért, mit adnak be. Tehát a résztvevőknek a zöme az itt lehet, és talán ezért is vannak ilyen sokan, amiért egy művésznek vagy egy művészet szervezőnek nagy öröm, hiszen ez egy ünnepi esemény, azt hiszem mi Székesfehérváron, és sokaknak az ünnepe lehet együtt. A professzionális művészeknek pedig dicséretére legyen mondva, hogy hajlandóak voltak odaállni ahhoz a bizonyos startvonalhoz, és együtt indulni azokkal, akik vagy pályakezdők, vagy pedig a pálya szélén vannak, pedagógusok, műkedvelők, és hajlandóak voltak együtt megmutatkozni, és ezt a szép eseményt így végre megvalósítani. A megnyitón külön díjakat is átadtak Székesfehérvár önkormányzatának elismerését Szalai Dorottya, míg Fejér megyéjét Pintér Balázs vehette át. A videót dolgozókért alapítvány díjában Szegedi Csaba részesült, a Székesfehérvár fejlődésért alapítvány elismerését pedig Péter Ágnes kapta. Az Alfa Holding Kft. Díjazottja Újházi Péter, a Karsai Holding Zrt. Díját pedig Szolnoki Szabolcs nyerte, míg a Kirst Optika